Én mindenkinek nagy-nagy tisztelettel megköszönöm azt a segítséget, amit kaptunk nekik, azért még szinte azt lehet mondani, hogy minden jelenlévőkből a hívban. Hatalmas. El sem tudják képzelni, hogy mekkora segítséget kaptunk, mekkora bizalmat kaptunk, és mindezt a segítséget és ezt a bizalmat szeretném megköszönni. Hihetetlen dolgokra lettünk képesek azáltal, hogy itt a diákjait és a szüleik egy-egy rendezvény lebonyolításában. Látok itt arcokat. Itt szinte mindenki tudna arra emlékezni, hogy az iskolánk rendezett egy területi versenyt, egy megyei versenyt, egy városi Danó gyermeknapot. Rendeztünk különböző kirándulásokat, akár így bent a városban. Voltak olyan a négyes igazgató idejében, amikor ugye a Tiszára szeptember 29-én 300 valahány ember, tehát diák ment ki, és ott kint, hát volt, aki nagyon örült, volt, aki kevésbé, de hát általában egy ilyen bográcsos étellel és akadályversennyel egybekötött éve versennyel indítottuk mindig a tanévet, a szabad így fogalmazni, szeptember 29-e tájékán indítottuk a tanévet, tehát mindig és mindig volt olyan dolog, amire jó emlékezni, és csak a szülők és a diákok segítségével lehet megoldani. Én arra kérném Négyesi János igazgatórat, hogy arra a bizonyos 1975-1985 közötti időszakról beszéljen, ami szerintem, mondjuk az én egyéni véleményem, hogy ennek az iskolának biztos is, hogy a fénypontja volt, nem csak a izé miatt, nem csak a gyereklétszám miatt, hanem úgy összességében, nyugodtság meg egyéb dolog tekintetében szerintem az egy nagyon-nagyon szép korszak. Kezdjük már azzal a beszélgetést, hogy ez az iskola 7-osztályos iskolának indult, amikor építették 1953-ban, és hogy miért 7-osztályon indult és miért nem 8-osztálynak építették meg ezt az iskolát. Előzetesen még annyit hogy mondjak el, hogy az iskola története 1927-től datálódik, amikor is a Plébersberg-Kulnok féle épületek megépültek, ma úgy hívjuk őket, hogy nevelői lakás és az ebédlő, vagyis azt hiszem, hogy a C épület az. Tehát ők ezekben az épületekben kezdődött meg a tanítás, és természetesen még itt a környéken más kisebb épületek voltak, mert ott kezdődött a 1927-esnél, de aztán itt is kellett lenni, Török Sándor utca házakban is, és akkor átadom a szót. Szeretettel köszöntök mindenkit, és az iskola mennyire életképes, bizonyítja azt, hogy mennyien vagyunk. Most is. Az, aki ilyen intézkedést hoz, én összekeztem, az a kisebbi sorról soha nem ment be a Delfrend utcáig gyalog, felnőttként csinálom, hogy ki 6 éves gyerekkel. Ennyit a ez a vélemény. A másik, valóban 10 évet itt voltam, és örömmel látom volt tanítványaink egy részét. Hát nagyon sokan, persze sokkal fiatalabbak már, akik már nem ismerhetnek. De olyat is tudok, akivel beszéltünk itt, mint szülővel az előbb már, tanítvány volt ő. 70, miért, igen, és az a mondta, hogy 7 tanteremmel épült ez az iskola. Nagyon érdekes, hogy egy 8-osztályos iskola volt 1948 óta, és felépül 53-ban egy emeletes iskola, azon a városrészen, ahol semmi emeletes épület nincs a környéken, egy új épület, 7 tanteremmel. Utána néztem annak idején, hogy vajon miért? Hát azért, mert a 8 tantermes iskolához kötelező volt a tornaterem építés. Ugye ekkor voltak a 3-5 éves tervek, és az akkori iskolavezetés, városvezetés felajánlotta a tornatermet az 5 éves tervnek, és ezért nem kellett a 8 tantermet építeni, csak 7-et. Mert ez a prózai oka. A visszatérve a napközis épületre, vagy a Gréberzenféle épületre, igen, és azt megelőzően a Török Sándor utca volt, sárga iskolában már volt tanítás. Az 1800-as évek legrégén épület, 85-86 körül. És még sokáig, nagyon sokáig használtuk az épületet, hiszen a járvévő közül, akik akkoriban itt voltak, első osztályban biztos oda jártak első-másodikban, mert azok az osztályok ott voltak. Utána hoztuk be őket ide, és hát hol ide, hol oda tettük.
mik voltak, igen, a kirándulások, a érdekes volt a tantestület összetétele, körülbelül egyharmad része férfi nevelő volt akkor abban az időben a tantestületnek, Nagy József, Nagy Béla, Nagy Lajos, ugyan nagyok, Dóczi Imre bácsi, Vindis Lajos bácsi, és hát Csehúz Laci, itt van hál' Istennek, köszönjük most is, és hát sorolhatnánk még tovább. És olyan érdekes volt, hogy a nevelésre milyen hatással volt. Ha kiállt valamelyik kollega az udvarra csengetéskor, mindenki tudta, hogy merre van a sorakozó. Nem volt kiabálás, egy hang se. A másik pedig minden, annyira jó hangulat volt, erről Nagy Béla kollega, Temerédiban, nem is említettem, kollégák gondoskodtak, hogy a tanári szobából mindig nevetve jöttünk ki. Minden órán nevetve, minden nevelő. És ez a gyerekekre is rányomta a bélyegét. A jó kedv, a családiasság, a barátságosság, az egymás tisztelete, szeretete, elmentünk egy városi versenyre, figyelték egymást, hogy nehogy valami másikkal történjen, ott van, mit csinál, hogy van. Ez egy nagyon-nagyon érdekes, és ez, amit valós is említett, a családiasság. Ez akkor is megvolt, mikor majd 500 gyerek volt az iskolában. Erre az időszakra esik a tornateremépítés, lealapoztuk, meg az oszlopok álltak, az is érdekesen alakult, mert egy ilyen faszerkezetes tornaterem. Egy újságban láttam, hogy az agrári mezőgazdasági kombinát építi ilyeneket. Különböző, és például a Ferencváros sportcsarnoka is ilyen. Hát akkor miért lenne jó nekünk egy tornateremnek? Felhívtam az akkori városi művelődési gazdasági vezetőt, akit Szépi Gimrének hívtak akkor is, és elmondtam neki, hogy mit látva, mit olvastam. Felhívtuk ezt az agrári céget, megbeszéltük, hogy elmegyünk megnézzük őket. Imrével bőltünk az Inki Zöld Trabantonba, megbeszéltük, hogy kb. 2 millió forintot tud rá szállni a város. Ennyi az a pénz, amivel akkor meg lehetett egyébként a tornateremet építeni. Oda mentünk, elmondtuk, hogy mi állatra vagyunk, rögtön fogadtak bennünket, műszakiak abban a pillanatban elkezdték a terveket, ott rajzolgatták, ötleteket, hogy mit lehet, bejöttek, hogy 2 millió 300 ezer forintot tudják csak kihozni. Sajnáljuk, annyit nem tudom. Jó, még egyszer átnézik. Akkor átnézték, visszajöttek, hát 2 millió 100 maximum, többet nem tudnak engedni. Hát köszönjük szépen, akkor tárgyalak. Elindultunk hazafelé, meg se szólaltam, nem is tudom, mentünk vagy 30 kilométert, meg se szólaltam, mikor mondom mindenek, hogy tehát miért nem hát 100 ezer forintom múlikus, hogy ezt is felállt torna termen? Nem, azt mondja, hazajövünk 2 millió alatt lesz. Hazaértünk, várt a városállal a telefon, hogy megcsinálták újra a tervet, belefér 1 millió 900-ba. Így lett oldottak az iskolában. Úgyhogy ilyen élmények vannak. Előtte nem volt semmilyen öltöző, gyerekek itt tornáztak a folyosón. Csehúz Laci, meg az akkori hivatal segéd megépítették az öltözőket itt, ami ma is öltözők itt. A szörcsénk nem emeleten egyaránt használható, és használták évtizedek óta. Azt is sikerült. A jégpálya. A városban először nekünk volt jégpályánk. Tessék, villany, igen, akkor külön akartam mondani, hogy villanyfényes jégpálya. A toszlopokat az akkor még üzemelő fémtechnika vállalatnak hívták, adta. A betont a csomjét, nem fizetünk semmit érte. A betont a csomgrádi kenyérgyárhoz kellett volna vinni oszlopokat lerakni. Azt mondták, közelebb van, kevesebb az üzemanyagköltség nekik, hogy mindegy, hol öntik le. Hát gödröket kellett zsalúzni, hát nem volt, aki csinálja. Csehúz kollégával fogtuk a rásokhoz, ásokhoz, belevoltuk a gödörbe. Kigyűn a műszaki ellenőre a várostól, igazgató bácsi volva, nem mondta, Csehúz tanárra ott a gödörbe. Hát őt azt meg, tényleg nem voltunk a gödörbe, ásóval mint a kettőnknek valakáttal a kezünkbe, mert hozzák a betont, azt meg kell csinálni. Villanyfényes jégpálya, éjjel-nappal locsolt a Laci, működött, ide járt a város sportra játni. Ezek olyan élmények voltak, amelyek én azt hiszem, hogy az akkor ide járó diákoknak egy életre szóltak. Amikor 1985-ben másfelet kaptam, elmentem 454 szekült kaptam. Annyi gyerekünk volt. Úgyhogy nagyon, nagyon megható volt, és hát akkor sajnos elmentünk többen a tantestületből, de az iskola működött tovább, és én úgy gondolom, hogy jól működött. Akkoriban előtte volt egy időszak, amikor ugye állami kitüntetéseket adtak, 1982-ből az iskolát fel akarták terjeszteni állami kitüntetést a munkája alapján, az iskolát, nem a nevelőket, nem személyeket, de a Csongrádi sípúca kapta meg nem mi, és a megyébe csak egy kaphatott.
Úgyhogy annyira versenyeken mindenütt ott voltunk, hát Bődi Tamás tanul rá, hogy minden versenyen mindenütt ott volt mindenki. Ez teljesen mindegy volt, tanulmányi verseny volt, vagy sportverseny volt, mindenütt. Vagy mondjam azt, hogy még nem volt tornaterem, akkor mentek futni a Csehosztanárra az élen, kiszaladtak a piacra tök magot venni. Aki fut velem, az kap tök magot. Kiszaladtak, óra végre vissza is szaladtak a gyerekek. Meg volt a tornaórai mozgás. És senki nem volt, hálat senki nem volt rossz kedvű. Annak nem kell délután napközben lenni, aki kifut a sportpályára a futballmeccsre. Persze mindenki futott, csak hogy nem kell napközben lenni. Úgyhogy ilyen és ehhez hasonló élmény számtalan sok volt. Hát voltak aztán mások, hogy betörtek az iskolába, kétszer egymás után. Elkapták a tetteseket, egyszer a WC ablakon jöttek be, a kis ablakon összedarabolt az üveg, a végigrocsolt a vélet itt a folyosót, ő is az a könnyű dolga volt a rendőrségnek. Az aranyos adott benne, hogy felvettek, ingyen hívtak be rögtön, hogy hol voltam ekkor, még ekkor. Hát ne ügyeskedjenek már, ha be akarod, hogy akkor kutcsa jövök, hát kutcsa kedvedbe van, ő az egyik, hogy felmászok a WC ablakon. Úgyhogy ez volt a első kérdés, hogy mit csináltam ebben az időben. Úgyhogy, hát ilyenek voltak, és hát most, hogy kijöttem, nem jöttem be se, körbejártam az udvart. Ekkora udvar a város összes iskolájában együtt sincs. Hát sajnos a múlté. Én kívánom azoknak, akik máshova viszik a gyerekeket, hogy meg hát mindenki viszi, hogy érezzék ott is jó magukat, tanulni kell, és hát más választás. Köszönjük szépen, hogy kérdezik. Azért még egy tapsot a Zseusz László tanár úrnak is adjuk a nevét. Köszönjük szépen Zseusz tanár úrnak, mert az iskolának a sportélete fantasztikus sokat köszönhet, mert arról nem beszéltünk, hogy ott van az a számomra is eléggé durván kinéző sátor, rész, és amikor még nem volt tornaterem, akkor a tanár úr arra is ügyelt, hogy azért legyen valami fedett, nagyobb tornázási lehetőség, és 4000 a nagy zsibongon vagy fönt legyen tornaóra, ne lépcsőzni kelljen, hanem valamilyen tornaórát lehessen tartani, és akkor készült el ez a sátortetős, idézőjelvetett torna helyiség, és utána készült el ez a tornaterem, amire azért ügyeltünk, mert hogyha megnézzük, azért társadalmi munkába épült, és az idősebbek azok tudják, hogy ebben a társadalmi munkában néha belecsúsznak kisebb bakik is. Ennek ellenére sikerült a tornatermet megfelelő állapotban tartani. Hát tudják a mostani generáció, a mostani diákok tudják, hogy hányszor és hányszor szóltam rájuk, hogy ne rúgdosd a falhoz a labdát. És ez ezért volt, hogy ezt a munkát, amiről a négyes igazgató úr beszél, ezt egy kicsit azért próbáljuk minél tovább megőrizni, mert valóban olyan volt, hogy nem kifejezetten iskolai pénzből ment ez el, és mégis fölépült egy ilyen tornaterem. Én ezt ezért akartam, hogy mindenáron védjük meg. És most hagyj kérem már mindenkit arra, hogy forduljunk már a bejárat felé, mert akkor csak megnéznénk azt a bizonyos meglepetést, hogy 1969-ben mit hagytak ránk?